Még egyszer, tehát a Victoria Gardenben üldögélünk, és a név talán már önmagában is magyarázatra szorul, és még egyszer talán a helyszínt sem árt jól betájolni a kedves nézőinknek. Ezért a tulajdonos ügyvezetőt kértük először az alkalmi stúdiónkba, Révész Viktóriát, akit szeretettel köszöntünk. Köszönöm, én is szeretettel köszöntöm vagyis, a kedves nézőket. Vagyis, hogy mi örülünk, hogy meghívtak minket. Köszönjük szépen, akkor ha maradhatunk a tegező formulánál. Egyrészt hol is vagyunk, és mi is ez? Hát azt, hogy hol vagyunk, azt nagyon szépen elmondtad, lefestetted, egészen pontosan Nyíregyházán a Sóstói úti kórháztól egy pár lépésnyire, a régi Tölgyes étteremnek a helyén. Az épület régi, a funkció és a név pedig új. Igen, akkor nézzük meg, hogy mi az, ami változott kicsit kívülről indulva, mert régen ez kifejezetten egy klasszikus csárda volt terasszal és egyebekkel. Az már azért nagyon régen volt. Egészen 2010-ig talán még ebben a formában még működött is. Igazi kockás, abroszos, csárda jellegű étterem volt, és nagyon népszerű volt egyébként Nyíregyházán. Még mai napig is sokszor hallok róla, hogy az milyen jó volt, az milyen jó ételek voltak. Szóval sok mindent szoktam róla hallani. Aztán a későbbi tulajdonos, akitől már én később megvásároltam, ő más funkciót szeretett volna már adni. Ő úgy gondolta, hogy ez a kockás, abroszos csárda jelleg, ez már nem dívik mostanában. Új gasztronómiai hullámok indultak, ezért úgy döntött, hogy más fába vágja a fejszét. Akkor pont kérésre került egy új idegenforgalmi turisztikai pályázat, amiben pályázott, és akkor 2010-ben átépítette a régi Tölgyes csárdát. Ebből lett aztán a korábbi Tölgyes étterem és panzió. Bővült már akkor 11 szobával, 10 kétágyas, illetve egy mozgás könnyített szobát építettek az épületbe, és hát tulajdonképpen megváltozott maga az épület belső enteriőrje is, elhagyta már ezt a csárda jelleget, és egy picit új hullámos, kicsit ilyen minimalista jelleggel került felújításra az akkori étterem. De ez már az akkori. De most milyen a mostani? Bár a nézők egy részt láthatják, miközben mi beszélgetünk is. Igen, 2015-ben a tulajdonos, az akkori tulajdonos megkeresett minket egy eladási szándékkal, és mi megláttuk benne a fantáziát. Kicsit túlzás lenne azt mondani, hogy már akkor láttam ezt az épületet, ami már most van, de már nagy vonalakban egyébként már akkor volt a fejemben egy olyan gondolat, hogy ezt sokkal magasabb szintre lehet emelni. Nagyon jó helyen van az épület szerintem, mert kint is van a városból, de benn is van a városba. A város szélén van, a Sóstói erdőnek a szélén, jó környezetben, közlekedési csomópontok közelében. Tehát minden adott volt ahhoz, hogy egy magasabb szintű szolgáltatást, egy magasabb szintre emelhető szolgáltatást nyújtson majd a vendégeinknek. És 2015-ben, amikor átvettem, akkor meg is kezdődött ez irányú tervezés. Ha kintről befelé indulunk, akkor a legnagyobb változás talán az épületben az, hogy régen itt, ahol most ülünk, tulajdonképpen egy terasz volt, egy nyitott terasz. Én a teraszokkal mindig úgy vagyok, hogy a terasz az idegenforgalomban egy luxus. Magyarországon. Tehát nyilván olyan helyen, a trópusokon, ahol állandóan meleg van, ott nagyon jól tud funkcionálni egy tetővel ellátott, teljesen nyitott tér. Magyarországon azért valljuk be őszintén, hogy az időjárás nem kedvez annak, hogy itt állandóan nyitott teraszt üzemeltessünk. Tehát erre mondom én, hogy ilyenkor a terasz az egy luxus. Itt is luxusnak éreztem a teraszt, hatalmas területet elvesztettem tulajdonképpen az évnek a 80%-ában, hiszen tavasszal, hűvös időben, esős időben, télen nem lehetett használni, amikor az időjárás viszontagságai elértek minket. Az a nyári két hónap pedig üzemgazdaságilag azért nem számottevő, hogy ennyire, hogy hagyjak veszni egy ilyen lehetőséget. Úgyhogy ez volt az elsődleges célja ennek a beruházásnak, ami egyébként tavaly adaptálódott, tavaly hoztuk létre, az, hogy megnöveljük a belső alapterületet azáltal, hogy a külső tért behozzuk belőle. A kedves nézők, nem mondom, hogy Victoria Garden most tulajdonképpen egy külső stúdiónk, de a Siestában szerves szereplő is lehet, hiszen egyrészt rendezvények helyszíne, nem sokára például egy jótékonysági estet bonyolítanak le, másrészt pedig gyakran beszélünk ebben a műsorban gasztronómiáról, úgyhogy e kettőről kérdeznének most a következőkben. Az látható, hogy egy nagyon elegáns rendezvényhelyszín, de mire használjátok döntően?
Az elsődleges cél, amikor az átépítést terveztem, az volt, hogy a belső terület alapterületét, a befogadó képességét megnöveljem az épületnek. Erre nagyon nagy igény volt. Tehát abban a két évben, míg az enyém volt már az épület, 2015-16-ban, nagyon sok olyan vendégigény merült föl, hogy több és nagyobb létszámú rendezvényt idehoznának, hogyha erre meg lenne a megfelelő belső tér kialakítás. És ez vezette gyakorlatilag a beruházásnál a kezemet is a tervezésnél. Most jelen pillanatban létrejött egy olyan rendezvénytér, ami egy 120-150 fő befogadására alkalmas. A kialakítás elsődleges célja nyilvánvalóan a legnagyobb rendezvények, vagy a legnépszerűbb rendezvények az esküvők voltak, amit szem előtt tartottam. Néhány belső építészeti kivitelezés kifejezetten erre épült, mint például a fejünk fölött látható csillárok, amikre szándékosan esett a választásom, hiszen úgy néz ki, ha egy kicsit jobban megfigyeljük, mint két egymásba fordított karikagyűrű. De természetesen nem csak az esküvőkre gondoltunk, amikor rendezvényekre gondoltunk. Rendezvénynek minősül bármilyen céges rendezvény, karácsonyi parti, különböző meetingek és konferenciákat is szoktak kérni és rendezni. Annak is meg tudunk felelni, komplett bizniszcsomagot nyújtunk a üzleti partnereink részére, vetítővászonnal, projektorral, flipchart táblával és természetesen ingyen használható wifivel tudjuk őket segíteni a munkájukban. És hát természetesen az esküvők és a meetingek vagy az üzleti rendezvények mellett nagyon fajsúlyos szerepet kapnak a családi rendezvények, születésnapok, névnapok, osztálytalálkozók és egyéb hasonló rendezvények. Hát mi itt most a munkahelyében csak vizet iszunk, de hogyha itt most ebédelnénk, akkor mire számíthatnánk? Magyarul, ha már azt mondtam, hogy a gasztronómia rendszeres szereplője a műsornak, itt milyen típusú az étlap? Picit igyekeztem az arany középutat követni, se nem szerettem volna elmenni az új hullámos gasztronómia irányába, de a hagyományostól egy picit szerettem volna elszakadni, hiszen nem csak a név változott meg, hanem ez már nem csárda. Tehát a gasztronómiában sem köthető most már a csárdához, a régi, régmúlt csárdához. Ezért attól is próbálunk egy picit elvonatkoztatni. Egy kicsit új hullámos, de megtartjuk azért a hagyományos, régi, népszerű ételeket, amik azért a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei emberek szeretetét kivívták már, de próbáljuk megmutatni nekik azt is, hogy a szabolcsi, nagyon finom szabolcsi töltött káposztán, vagy az újházi tyúkhúslevesen is van túl gasztronómia. Az újházi mellett az új szelek is akkor fújdogálnak errefelé. Egyébként pedig, hogyha tényleg zárásképpen, hiszen többit majd megmutatjuk részben képben az új stúdiónkat idézőjelben, ha most ez egy éjszakai műsor lenne és távoli vendég érkezne, akkor se jönnénk zavarba, igaz? Nem, amint ahogy mondtam már, az előző tulajdonos, amikor felújította, 11 szobával bővítette már az akkori épületet, amit én csak magasabb szintre emeltem. A kialakításnak megfelelően már nem lehetett tovább bővíteni szobákat, viszont lehetett magasabb szintű szolgáltatást nyújtani. Felújítottam minden szobát, ezt 2016 tavaszán már megtettem, úgyhogy a vendégeim már gyakorlatilag két éve a felújított és új szobákban tölthetik el az idejüket. Köszönjük a kalauzást, jövünk még! Én is köszönöm szépen!